elektromos hűvész helyett a dal, kedveskedem neked. Elektromos hűvész helyett a dal, kedveskedem neked. Engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem Rákos József kortárs, vagy ahogy korábban jegyeztem magát, festészeti igény kielégítő nevében, egyébként grafikus művész, festőművész és nyilván életművész is, és még sorolhatnám tovább. De jó nekem, hogy nem Józsi a nevem, mert ha én most Józsi lennék, egész nap csak ünnepel. Ha például a Borsszem Jankó című 1863 és 1938 között megjelent politikai élszlapban látnánk ezeket a rajzokat, akkor az lenne alájuk írva, hogy ezek gúnyrajzok. Ha pedig fiatal korunk viccapjában az 1945 és 92 között kiadott szatirikus hetilapban, a Ludas Matyiban, akkor ugyanezek megnevezése karikatúra lenne. Mit jelent mindez? Azt, hogy ezek a grafikák ugyan a klasszikus képzőművészet eszközeivel született grafikák, de erősen kétséges, hogy egy ilyen mű igényt tarthasson a művészet státuszára. Rákos József aféle meglökött portrékat készít, amelyek láttán az ember azt érzi, hogy majdnem minden a helyén van, de mégsem. És ezeknek a kis pontatlanságoknak a halmozódása az embert csendes derűvel tölti el. Mindez engem három angol szerző, Henry Louis, Jonathan Sawyer és Henry Shields, néhány évvel látott Ma este megbukunk színű színdarabjára emlékeztet, amiben sok a szinte túlzásba vagy szorgalom, az igyekezet, a jó szándék, a szolidaritás, sőt a szeretet is, csak éppen minden rosszul időzített, túlzásba vitt, vagy szánalmasan ügyetlennek hat. A színészeknek ez pedig profi módon, pontosan és teljes koncentráltsággal kell előadniuk. Rákos József pontosan ezt teszi. Valami olyasmi lesz, mint egy jól megtervezett rajzóra, ami aztán totálisan nagy fölfordulásba csap. Egy pár ilyen órát tartottam, jobbára ilyeneket szoktam tartani.